Több hónapos a védmű felülvizsgálat, már a nyári időszakban elkezdődik. Július második felében 200 kilométeren a Szamoson és a Tiszán ellenőrizték a folyószabályozási műveket, ebből csak az ukrán határszakasz maradt ki. Szeptemberben a szakfelülvizsgálatok következtek, és a határvízi szemle is elkezdődött román területen. Október közepén pedig elérkeztek a folyamat kiemelt eseményéhez, amikor a különböző hatósági szervek közösen tekintették meg a védműveket. Ez egy szakaszmérnöki beszámolóval kezdődött, amelyen elhangzott 8 feladatot határoztak meg idénre, ebből 6 teljesült, 2 pedig még folyamatban van. Viszonylag kevés területet tudtunk ebben az évben vegyszerezni, annak ellenére, hogy az igazgatóságnak a vegyszerezés itt indult el, tehát itt vetettük el a magunkat e vonatkozásban, de az előbb említett időbeni kérdések miatt nem sikerült azt a mennyiséget levegyszerezni, amit szerettünk volna, hiszen a vegyszer kiutatás lett meg az optimális időszaka, amikor azt ki lehet juttatni, és a megfelelő időjárási körülmények is. A szájos karikulai időszakban ez nem igazán volt eredményes, tehát ebben egy kicsit elmaradásunk van. A iszapolások, meder, kotrások azok, amelyek a nagy feladatot jelentik, de itt utalás történt arra, hogy az elmúlt időszakban jelentős projektek valósultak meg. Tehát 2015-től kezdődően itt folyamatosan csatornarekonstrukciók, bővítések, új létesmények építése történt. Így ilyen jellegű feladat nem vált szükségessé az elmúlt időszakban. A terepszemle során több ponton, például Vásárosnaménynál, Barabáson és Csarodán is megálltak, hogy a helyi szakaszmérnökök megtartsák a beszámolójukat, megosszák tapasztalataikat és felhívják a figyelmet a problémákra. Ezek közül az egyik, ami több ponton is elhangzott, a szakképzett munkaerő hiánya volt. Bár korábban sosem látott gépesítés történt az elmúlt időszakban, ezek kezeléséhez is emberre van szükség. Azt látom, hogy nagyon jól működött a vízügyi igazgatóságnál az, hogy a közfoglalkoztatásból azokat a munkatársaikat, akik magas színvonalon végezték a munkájukat, őket átemelték, és több olyan csatornaőrrel, gátőrrel is találkoztunk a mai nap folyamán, akik valamikor közfoglalkoztatottként kezdték el a munkát, és azután váltak állandó munkatársá. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a nagyobb szükség lenne meg, ahogy elmondták itt valóban, közfoglalkoztatottakra elsősorban, viszont a munkaerőpiaci helyzet olyan mértékben javult az elmúlt időszakban, hogy ez nekik valóban nehézséget okoz, hogy megtalálják azokat az embereket, akik ezekben a munkákat be tudnak segíteni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy olyan szinten van az a feladat ellátása, ami magas színvonalú, tehát mindenki mindent megtesz azért, hogy legyen. Ez nem olyan mértékű ez a munkaerőigény, ami felmerült itt, ami veszélyeztetné az itteniek biztonságát. A munkaerő hiány mérséklésén túl számos egyéb feladata és terve van a Feti Vizégnek a következő évekre. Kellene a vízszétosztó rendszert, tehát a Berek területén belül a vízszétosztó rendszert tovább finomítani, hiszen látjuk azt, hogy a földtulajdonosok, akár a gazdálkodók, akár a mezőgazdasági gazdálkodók, vagy erdőtulajdonosok milyen igényeket támasztanak a víz irányába, hova kell őket kormányozni, a vizeket eljuttatni, tehát ehhez kell még a rendszert egy kicsit finomra hangolni. Szeretnénk a víz bevezetés tekintetében függetlenedni az árhullámoktól, tehát lehetőséget kell arra biztosítani, hogy állandó vízpótlásra legyen lehetőség szivattyúk segítségével, olyan szivattyúkkal, amelyeknek a energia felhasználását napelemek fogják biztosítani. Két területet lehet megemlíteni, Tivadarba és Tarpa külterületén tudunk a Tisza mentén kialakítani két szivattyús vízpótlást. Valamint gondolkoztunk azon is, hogy ne csak szivattyúval, hanem gravitációs úton is lehessen megvalósítani a vízpótlást. Ezt viszont csak Ukrajna irányából tudjuk megtenni. Tehát a Borzsa folyó vízkészletéből a Verke folyón és a Szipa főcsatornán keresztül tudna eljutni víz ide a Berek területére, a felső része, a keleti része, és onnan a Szipa főcsatornán keresztül tud végig akár Tisza-Szalkáig lefolyni, és a különböző csatornahálózatokon, meglévő csatornahálózaton pedig tovább tudjuk osztani a Berengnek szinte a teljes területére ezt a vizet. Az Ukrajna irányából történő vízpótlás már konkrét tervekkel rendelkezik, csak a forrás kell rá előteremteni. A szivattyús vízpótlás viszont még csak tervezési szakaszban van.